nem, tesz! Sziasztok! Sziasztok! Megmutatjuk nektek most az otthonunkat, ahova nem sokára be fogunk költözni. Nemrég választottuk ki ezt a környéket, mert rögtön beleszerettünk, és egy szerkezetkész otthon találtunk magunknak. Nagyon fontos volt számunkra, hogy nem szerettünk volna építkezni, és nem is szerettünk volna olyan házat választani, ami már teljesen be van rendezve. Azt gondolom, nagyon nagy szerencsénk volt, ugye, mert tényleg körülbelül így vettük át, egy picit alakítottak már rajta, de tényleg megspóroltunk sok idegeskedésre azzal, hogy nem kellett egyből az alapoktól kezdeni. Úgyhogy menjünk, nézzük meg. Gyertek. Meg is érkeztünk a kis bejáratunkhoz. Itt lesz egyébként egy kis tálaló, lesz rajta kis kulcs letevő, igen, kabátoknak, egy kis hely, meg a cipőknek, aztán innen fogunk felmenni. Itt eredetileg egyébként letettünk, vagy le volt téve egy burkolat. Egy ilyen szürke, mozaikos burkolat, ami nekünk igen, nem a mi stílusunk, és azt mi első körben rögtön mondtuk, hogy ezt szedjék fel, és ide már meg is rendeltük a burkolatot, ide egy ilyen fekete-fehér márvány lesz. Igen, fekete alapon fehér márvány lesz, úgyhogy igen, ez nagyon szép lesz. Igen. És ugye mögöttünk, majd azt is megmutatjuk nektek, van egy lépcső felfele, és ott pedig fehér márvány van letéve az eredetileg is így a napra, igen, és oldalán pedig fát, ilyen 3D-s fát, így, hogy kombináljuk a márványt egy kis fával, hogy minél hangulatos. Nem vagyok annyira fa párti. Igen, de az mégis egy ilyen kis otthonos egy ilyen minimum, érzést igen, ilyen ad. Minimum fát belementem, mondhatjuk azt, mert tényleg nem vagyok a fa kedvelő ilyen szempontból. De már ez egy ház. Így van. Erre sokáig beszéltünk erről, úgyhogy sikerült meggyőzni. Igen. Menjünk akkor itt fel, a lépcső itt lesz. Na hát itt van, amiről beszéltünk az előbb, hogy itt vannak ezek a márványhatású burkolatok már a tetején, és ide pedig szeretnénk tenni egy 3D-s foggeránda lécet, ami még jobban fel fogja dobni ezt a lépcsőt. Megérkeztünk a nappaliba. Hát itt azt várjuk, hogy egyébként a tervező mit fog mondani. Igazából így az alap ötletek vannak meg, hogy mit hova teszünk. Ide szeretnénk a kanapét. Itt lesz egy, eltervezte már egyébként az építető, hogy egy nagy üvegfalat betesz. Mondtuk, hogy ez nekünk tökéletes, ez nagyon tetszik. Igen, mert választottunk volna még gerendákat is, de mi mondtuk, hogy szeretnék az üvegfalat. Mert hogy ez még jobban tágítja. Sok fény jön be, ugye, hál' Istennek, és ugye oda is le fog tudni menni így a fény, mert hogyha gerendákat tennénk be, akkor ilyen kicsit ilyen csípos, árnyékos lenne a lenti közlekedő, úgyhogy nekünk ez az üveg, ez tökéletesen megfelelne. Itt lesz ugye majd a tévé előtte. Ah, nagyon sok meccs fog menni. Lesz egy kandallónk. Fatüzelésű. Fatüzelésű, igen, eredeti kandallónk lesz. Igen. És ezt is márvánnyal szeretnénk borítani, úgyhogy tehát várjuk, hogy a tervező mit mond, de igen, igazából ezek az ilyen kis elképzeléseink. Igen, annak meg is van az elképzelése, hogy hogyan is szeretnénk. Igen. És dupla falu lesz a kandallónk, ez még szerintem az elég esztétikus. Igen. Hogy nem csak az egyik oldalt fog látszódni, hanem lesz a másik oldalon és üveg. Igen. Két oldalon lesz a kandalló. Ha egy kicsit tovább megyünk, ugye itt lesz egy elég nagy asztal. Nagy a család. Minden nagyobb asztal, annál jobb. Én azt vallom. Igen. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogy itt tényleg egy akkora asztal tudjuk betenni, amekkorát csak lehetséges. Minél több férőhelyen, mert nagyon szeretnénk azt, hogy nagyon sokszor vendéglássuk a családjainkat. És a legszebb, hogy egyébként itt a kilátás gyönyörű lesz, szóval, hogyha ide tesszük az asztalt, innen tényleg nagyon hát igen, itt jó lesz ebédelni, meg vacsorázni is, meg ugye összeülni is. És menjünk be az én kis konyhámba. Menjünk be, az igen. Már elképzeltük, hogy ide szeretnénk a konyhát. Ami nem olyan pici, azt gondolom. Igen. De én mindenképpen szeretnék egyébként egy szigetet is, amit már ide megálmodtam. Ide megálmodtunk, igen, mert te megálmodtál. Mert így kontaktot tudok teremteni, hogy én itt főzőcskézek neked, meg is családnak, és akkor közben pedig várod a kaját. Igen.
Aztán, hát igazából itt nagyon jó, mert nagyon világos, meg itt ki tudjuk nyitni az ablakot, szóval itt is letettek nekünk márványt, ami nagyon esztétikus, nagyon szép, innen is gyönyörű a kilátás. Szóval, hát itt ezek a tervek, itt szeretnénk bepolcozni, hogy ezért minél több hely legyen, hogy el tudjak pakolni, de a többi részt pedig, hát ide terveztük a mosogató részt, ide a mosogatógépet, és akkor hát a sziget, ami még jobban így megdobja. Itt még található egy kis hőzlekedő. Itt lesz egy beépített szekrény, hát igazából a vendégszobának a beépített szekrénye lesz, és itt pedig lesz a fürdőszoba, itt csak egy ilyen kis zuhanyzós rész lesz, egy WC-vel és egy mosdókagylóval, hát ez nem túl nagy, de igazából a vendégszobának ez tökéletes. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jó méret, és ez pedig ugye a vendégszoba, ugye ez már a kis kertünkre néz. Igen. Nekem egy kicsit fura volt egyébként, hogy így pont rögtön, mint hogyha ki tudnánk lépni, de egyébként nagyon jól néz ki szerintem, mint hogyha egy ilyen festmény lenne. Igen, és azt gondolom, hogy nagysága is azért a vendégszoba, egy tök tágas kis szoba. Igen. Úgyhogy, két kis komód lesz ott. Hát, igen, még erre sincs meg a fix szervünk, de, igen. De ez biztos, hogy ezt kineveztük vendégszobának egyelőre, ahol valószínűleg hát, Szintzi anyukája és apukája. Ők sokat vannak egyébként fenn Pesten, szóval... Pontos az ő kényelmük, úgyhogy próbáljuk majd igen. Maximálisan eleget tenni a igényeiknek. Igen. A lenti rész az körülbelül ennyi. Hát később meg majd a nagyobb gyerek majd ide jön. Igen. Igen, a nagyobb gyerek majd berendezkedik ide, az még nagyon messze van. Igen. Megérkeztünk a kedvenc részedhez, drágám. Igen, nekem a kert az ez egy nagyon nagy álmom volt. Igen. Mert ugye én panelban nőttem fel, van négy testvérem, ugye meg anyukám, apukámmal hatan nőttünk fel három szobába. Úgyhogy nekem nagyon fontos volt az, hogy én csak álmodtam arra, hogy egyszer kertem lesz, úgyhogy most ez úgy néz ki, hogy hamarosan megvalósul. És ez miatt én nagyon boldog vagyok. Itt a fehér murva, ami látszik mögöttünk, ott le lesz burkolva, úgyhogy ide is ki fogunk tudni majd ülni, reggelizni, igen. Ebédelni. Sőt, még este is azt gondolom, oda már nem süt a nap, ide még délután besüt, úgyhogy tényleg ott is egy kellemes időjárás lesz esténként, úgyhogy ide is ki lehet majd ülni vacsorázni. Úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy sokat legyek kint, mert engem ez kapcsol ki. Én kiskoromban is állandóan lent voltam a réten, a fű nekem nagyon fontos, hogy ez miatt is agyaltunk sokáig a műfű meg a fű között. Igen, és a gyerekek miatt a jövőben arra gondoltunk, hogy mindenképpen fű igen, mert azért elég meleg a, igen, a műfű nyáron, úgyhogy a gyerekek miatt is meg azt gondolom azért a fű sokkal természetesebb, úgyhogy mi a fű mellett tettük le a voksunkat. Neked ez volt a fő szempont, hogy mindenképpen kertes házat hát igen, igen. Hogyha már így belevágtunk, akkor egyértelmű. Igen. És még azt kell tudni, én azt nagyon szerettem volna egy szintesen, mert nekünk két szintből található a kertünk. Igen, kettő hosszúságban. De amikor mondtuk az építetőnek, azt mondta, hogy sajnos már ezt nem tudja átalakítani, de utána már meg is barátkoztunk ezzel a helyzettel, már lettek tervek is a fejünkbe, hogy mit hova fogunk tenni. Későbbi tervünk az egyébként, hogy majd egy medencét is ide szeretnénk, szeretnénk fentre egy szaunát kialakítani, és a többi meg egy füves rész, ahol tényleg szaladgálni tudnak a gyerekek, meg majd elfocizgatok. Hát meg fel lehet majd ugrálni a medencébe, igen, úgyhogy biztos. Azért itt már ki van találva egy-két okosság is. Úgyhogy tényleg én nagyon boldog vagyok, meg hát ez a kilátás is tényleg, ami itt fogad a kertbe minket, magáért beszél, igen. Úgyhogy tényleg ez feltölti az embert, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok. Akkor
akkor most jövünk fel az első szintre. Itt ilyen lebegő lépcsővel jövünk fel, ami nagyon modern és nagyon gyönyörű lesz. Még az, hogy milyen színű és milyen megoldással lesz elkészítve, azt még nem tudjuk. Ide mindenképpen szeretnénk fekete-fehér képeket, amit már karácsonyra pont meg is ajándékoztam Bencét vele. Ide mindenképpen ugyanúgy folytatódni fog az üveg, kollát, ami még jobban tágítja majd itt is a teret. És még amikor már megvettük ezt a házat, akkor rögtön az volt a tervünk, mert hogy átalakítsunk egy-két dolgot, mert egyébként itt volt egy ajtó, ami a gardróbba vezet, és mondtuk, hogy nagyon szétválassza így a teret, hogy innen megyünk be a gardróbba, ezért kitaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha a hálószoba egybe lenne kötve a gardróbban, és már rögtön egy ajtót át is tettünk. Itt van ez az ajtó, amit áttettünk ide, és innen van a bejárat a gardróbba. Hello! És hát ez egy kicsit kicsi ez a gardrób, de igazából egy embernek lehet, hogy megfelel majd. Megjöttünk egy kicsit, így is jutunk menni a teraszra. Ennek nem ami... látom sok értelmét amúgy, megmondom őszintén. Úgyhogy ezt majd idővel át fogjuk alakítani ajtóvá, valószínű, és ezt az egész kis igen, és itt is van egy kis teraszunk. Ezt az egész teraszt be szeretnénk majd építeni, és itt is gardrób rész lesz, de ez is majd... Első körben a legfontosabb dolgokat megvalósítjuk, amire szükségünk van. Igen. Például a konyha, meg azért a... Ami a prioritást élvez. Prioritást élvez, igen. Utána gondolkozunk. Lehet, hogy még az első körben nem is építjük be, lehet, hogy ez egy későbbi tervünk lesz. Úgyhogy igazából ez így, hogy át lehet alakítani, hogy szuper bedroom lett. Igen. Egybe van itt. Master bedroom. Master bedroom, ugye? Igen. Mert itt látható, hogy egyben van ugye a hálószoba. Igen. A fürdőszoba, meg a gardrób. Úgyhogy tényleg ez egy, mondhatjuk, hogy ez a mi kis birodalmunk itt, ahol éppen vagyunk. És innen vezet át az út a fürdőszobába, igen, ami már egy káddal lesz. Ugye nálok kárhoz lesz be, igen. Én utálok amúgy kárhozni. Én nagyon szeretek. Én tusolni szeretek. Úgy... Ez lesz az én fürdőszobám. Én majd járhatok le. Igazából mindenben én maradok alul egy picit most, de tényleg... Nem, mert ez lesz a közös fürdőszobánk. Itt lesz akkor a hálószobánk, és a hálószobába is szeretnénk kialakítani egy szekrényt, ezért gondoltunk, ezt így beépítjük, majd valamilyen megoldással, mert itt egyébként a tévé helye lesz, de hát mindent a tervezőre fogunk bízni, de nagyon kellenek nekünk a pakolós részek, mert igazából tényleg nagyon sok az üvegfelület, szóval ezeket próbáljuk minél jobban kihasználni, és innen is ki tudunk egyébként menni az egyik kedvenc helyünkre. A teraszra. Hát innen tényleg pazar a kilátás, ugye drágám? Igen, ez mondhatjuk, hogy ez egy elég brutális nagyméretű terasz. Igen. 30 négyzetméter, és pont tegnap tették fel az üvegkorlátokat, úgyhogy nekünk is új ez a látvány. Igen. Nagyon tetszik nekünk. Igen, hát ide még bármit betervezhetünk. Igazából jacuzzit meg ilyen tervei volt hát igen, az építetőnek. A jacuzzi a kiállása az meg igen. is történt, de még most annyira mi nem is szeretnénk előre rohanni. Igen. Mi nagyon örülünk annak, hogy például, hogyha most érzékelhető 5 óra van, most idősült most a nap. Most nap, igen. Egész délutánig oda a kert részre sütött, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg annyira ideális a háznak a fekvése, hogy ennél nem is álmodhatunk volna szerintem jobb nagyon, fekvés. Nagyon fontos volt egyébként, én rögtön mindig a fekvéseket nézegetem, és akkor láttuk, hogy az délkeleti, déli fekvésű a kert, ez északkeleti fekvésű, és akkor így pont tökéletes számunkra. Bence egyébként nem is nagyon nézte ezeket a dolgokat, számomra meg rögtön ez volt az első kérdés, amikor bármilyen házat egyébként megnéztünk, mert igen, szerintem nagyon fontos a fekvés. A figyelmet, mert tényleg az első körben annyira nem figyelgettem, de utána, amikor már keresgéltünk, akkor nekem is az volt az első, hogy azt vegyük figyelembe. Még itt ezt a részt szeretnénk majd megoldani, a fönti részt. Hogy ne essen be az eső.
gyerekszoba a majd. A jövő úgymond tényleg a gyerekszoba, úgyhogy ezt majd itt valamivel el fogjuk keríteni, de szerintem csak növényekkel, vagy valami kis finom megoldással nem fogjuk hermetikusan lezárni a mi területünket. Igen. De az, hogy meglegyen a két oldal, azt viszont meg szeretnénk majd oldani. Mutassuk is meg a gyerekszobát. Mutassuk szerintem. Meg. Drágám. Mellettünk ugye egyből itt. Amikor egyébként bejöttünk ebbe a házba, akkor rögtön én ezt megláttam ezt a szobát, és úristen, hát ez legyen a hálószobánk, mert ennek olyan a kilátása, telibe üveg az egész, és tényleg gyönyörű. Ez a kilátás tényleg, amire így fel fogal, kell. És hogyha felkel az ember, akkor azt mondja, hogy úristen, igen, minden reggelre akarok felkelni. Igen. Úgyhogy tényleg de innen ez a kilátás, ami így fogal, az eszméletlen számomra. Csak sajnos nem fér be egy jó nagy ágy, szóval úgy gondoltuk, hogy akkor inkább ez legyen a gyerekszoba, így, hogy kialakítottuk ezt a master bedroomot számunkra, így minden egybe van, és mellettünk legyen mindenképpen a gyerekszoba, szóval ez volt így a legideálisabb kialakítás. És még egy változtatást egyébként csináltunk, mert az építető máshova tette az ajtót. Hát itt volt az ajtó a feje pontosan. És rögtön arra gondoltunk át, hogy hol lesz egy beépíthető szekrény lehetőség, és arra gondoltunk, hogy akkor tegyük át az ajtót, és akkor ezt a részt be tudjuk teljesen építeni. Ez lesz építve itt ez a rész. Igen. Teljesen, és az ajtó pedig arra kerül pont 60 cm, mert ugye 60 cm lesz a mélység a szekrénynek. És hát ameddig nem jön a babuci, addig meg itt... Addig ez lesz az én PS szobám. Meg az én fotószobám, igen, meg kell egyezni. Igen, de többet fogok azudom én itt tölteni, úgyhogy itt a zsalúzia nagyon fontos lesz. Igen, az is tervünk. Mert én nekem sötétbe kell játszak. Tényleg szintén ki van, hogyha én lekapcsolom az összes világítást, és tízkor vagyok, hogyha behúzom a redőnyöket. De hát játszani úgy kell. Amúgy nem játszok olyan sokat. Főleg mostanában már nem, azt gondolom. Úgyhogy, de nekem ez az én időm, ez lesz ezzel kikapcsolódni. Úgyhogy tényleg ez visszatérve. Jó, kialakítjuk mind a kettőnek. Igen, visszatérve a játékba, tényleg ezt szeretnénk a gyerekszobának, amikor érkezik az igen. Első, vagy remélem, hogy ikrek lesznek igazából. Lehet. És kulisszatitkodan árulok, mert szintén a mamája. Iker? Igen. És de pedig Iker vagy. Nekem is van egy ikertesem, ugye. És hát ha. Hát, le tudom egyszer. Igen, ebbe reménykedünk. Igen. De ha két lány lesz, akkor biztos, hogy egy fiú, amivel megpróbálkozom. Úgyhogy tényleg visszatérve ez lesz akkor a gyerekszoba. És még azon gondolkoztunk amúgy, majd a későbbiekben ez is, de már tényleg annyira jár az agyunk meg minden, hogy... Igen, hát folyamatos tervezgetés alatt van meg, hát várjuk a tervezőnek egyébként a terveit. Hogy a teraszt majd talán lefelezzük. És akkor mert ez egy óriási terasz, szóval mondtuk, hogy így a térkihasználás szempontjából lehet, hogy jobb lenne megnagyobbítanunk a hálószobánkat és kihozni a falakat. Úgy lefeleznék a teraszt, és igen. Igazából nekünk is az a gyönyörű kilátás lenne, mint a, igen, mint a gyereknek. Mint ebben a szobában, úgyhogy de ez is egy későbbi terv, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy az alapokat és a házat, ahogy mi átvettük, megmutattuk. Nagyon agyalunk, mert most fogunk elkezdeni tényleg burkolatokat nézni, szanitereket, spotokat, igen, és megvárjuk a terveket, és a legközelebbi adásban pedig ezzel jövünk el hozzátok, hogy már megmutatjuk nektek azokat. Sziasztok! Sziasztok!